Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket innen a Hármas Határhegyi Udvarházétteremből kreatív műsorunk szeptemberi adásán. Remélem mindannyiuknak jól telt el a nyár, és kellően kipihenték magukat. Ma is lesznek meghívott sztár vendégeink, beszélgetni fogunk, lesznek zenei bejátszásaink is, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiuknak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mai műsorunkban Vörös Istvánt. Szia! Hello. Mi történt veled, mióta nem találkoztunk? Nyáron hol voltatok? Mit csináltatok? Régen találkoztunk, de most mivel aktualitása így van, újra itt vagyok. Nyáron dolgoztam, illetve dolgoztunk, hiszen, ahogy majd még említeni fogjuk, elkészült a Tettenérés nagylemez. Ez sorban a 14. lemez, az igen, gratulálunk hozzá. Köszönöm, mert 12 vadonatúj dal, 12 tettenért pillanat, 54 percben, és hát ezzel sok dolog volt a stúdióban, ugye hát már talán május elején elkezdtük, és augusztus közepetáján ért véget. Persze voltak közben kisebb szünetek, egyszer volt úgymond egy kis nyaralás, voltam 10 napig Párizsban. Jó lehetett. Rögtön jöttem vissza a stúdióba. Úgyhogy számomra ez a nyár, ez nem volt igazi nyár. Munkával telt. Merre voltatok az országba koncertezni? Hát voltunk a Nyírségben, voltunk fesztiválokon, voltunk Szlovákiában. Az jó. Ott például egy jópofa sztori volt, hát így utólag legalábbis. Háromszor mondták le majdnem a koncertet, ugyanis útközben érkezett egy telefon, hogy hát ömlik az eső, sajnos akkor lemondják, mondom, jó, majd elállt. Odaértünk, addigra elállt. Tömeg meg, csak gyűlt. Na hát akkor csináljuk meg a koncertet. Technikát felrakták, minden. Egyszer csak elment az áram. Úgyhogy talán már vissza se jön. Na és aztán egy idő után ezt is megjavították, és akkor már ott volt 2-3 ezer ember, és akkor már lassan kezdődött volna a koncert, amikor is jönnek a technikusok, hogy a 3 billentyű közül 2-t hoztak el, és a pont, amit otthon vannak a programozott hangszínek. Hát akkor gyorsan még a buli előtt összeválogattam azt, vagy összeválogattuk azt a 4-5 hangszínt, amely végigviszi úgy tulajdonképpen az egész koncertet, és hát utána annál nagyobb erővel játszottuk. Szóval úgyhogy, nagyobb siker. Na, nagyobb siker volt. Ilyenkor már nincs vesztenivaló. Úgyhogy ez egy emlékezetes szlovákiai bemutatkozás volt. A Vörös Istváné zenekar az mikor alakult? Egész pontosan én, ugye volt a legendás prognózis, már mindig igen. Itt kell kezdeni, 81-ben, utána 2001-től volt a, tulajdonképpen az már a szólópályán volt, hiszen a eredeti formációból egyedül voltam, társaim voltak, zenésztársaim, és úgy jó néhány lemezt csináltunk. De 2001-től, vagy 2000-től, amikor is már a Magányos Utazó megjelent, akkor már saját nevemben vállaltam a produkciót. Úgy gondoltam, hogy most már megtehetem, most már ideje lenne kicsit felnőni hamarra.
dalszerző, ilyen régen írom és énekelem a dalaimat. Vokalistákkal, ütőhangszerek, szóval ez egy nagy csapat, és azon kívül, hogy tömör a hangzás, azon kívül még nagy színpadi show is van, hiszen jövünk, megyünk, szinte színpadi jelenetek vannak. A vokalisták is ez is volt. Hol, hát az kevés, hogy csak jól énekel valaki a mai világban. Mióta vannak a vokalisták? Már a jubileumi, Petőfi Csarnoki jubileumi koncerten is ott voltak. Tehát 2 éve már talán. De ez így teljesen így feldobja az egész. Nagyon sokat számít, ugye? Szóval az én... Színpadkép is, meg minden teljesen. Az én hangom mellé kell még valaki. Én megírom a dalt, meg a szöveget, elénekem, ahogy tudom. Az biztos, hogy hitelesen. De hát azért még kell oda a refrénbe, hogy valaki megtámogassa. Október 9-én a Petőfi Csarnokban lesz a Tettenérés lemezbemutató. Most tetten érjük a pillanatot címmel, ez különben ez egyik dalnak a címe, arról is majd esetleg mesélek. Tehát október 9-e szombat Petőfi Csarnok, amikor is rögzítjük, illetve rögzítik az egyik stáb, rögzíti a koncertet, és abból majd lesz egy órás koncertfilm, ami aztán vagy megjelenik DVD-n, vagy VHS-en, ez még a jövő titka, és akkor onnan lehet majd ezt a dalt kiválasztani, azt a dalt, stb. Miért tettenérés az album címe? Van egy ilyen dal, ez az utolsó, a zárószám, és miről szól? Ugye, mert ennek a szónak több értelme is lehet. Kezdjük például azzal, ami konkrétan a lemezhez kapcsolódik, hogy gyűjtögetjük, rendezgetjük az emlékeket, egy hatalmas zsákba összehordjuk, amit lehet, próbálgatjuk felidézni a pillanatot, újraírni, ami volt, hogy tetten érjük önmagunkat már az elején, olyan ez, mint egy folytatásos képregény. És valóban mindenhol úton, útfélen kattingatjuk a fényképezőgépet, ilyen fotókat akarunk készíteni, igen, mint amivel mondjuk így tele van az egész lemez, főleg, hogyha így kinyitod. Aha. Én is csodál, visszamélyedek azokba az emlékekbe, aha, amik így rám ragadtak, szülők, gyerekek, zenekarok, haverok, barátok, barátnők, de nem csak emberek, hanem mindenféle olyan apró tárgy is, vagy nagyobb, amely kötődik én hozzám, vagy bármelyikünkhöz, akik itt most külön csípjük a pillanatot 2004-ben a hatalmas világmindensége ezen picurka kis szegletében. Ezért tetten érjük a pillanatot egyedül is, személyenként is, és hát mint ahogy a Lélekvesztőn utazunk című dal is mondja, talán még az egész emberiség is egy pillanatra külön csíphető ebben a dalban. Ugyanakkor érdekes módon, hogy ezzel a címmel a többi dal is más értelmet nyer, hiszen minden szituációban bármelyikünk tetten érhető. Ez így van. Úgy a szerelemben, úgy a rosszaságban, ugye, amikor engedünk a kísértésnek, úgyhogy végig hallgatva a lemezt, ez egy érdekes kerek történet lesz. Ugye? Mondjuk volt ez a két értelme ennek a szónak, hogy tetten érés. Van még egy harmadik is, amit úgy mindig
legalábbis gondolok, meg néha mondok is, hogy én legalábbis úgy élek, hogy amit úgy kitalálok, azt úgy elmondom, és utána megcsinálom. Megvalósítom, nem kevés harcok árán, és nem sok konfrontáció, nem kevés konfrontáció és konfliktus árán, de azért tetten érhető vagyok, mert itt van a tetten érés. A késztermék, így van. Mondtad, hogy van internet címetek, weblapotok van? Honlap, persze. www.vörösistván.hu, ékezet nélkül, tehát vörösistván.hu, ahol is mindenféle érdekes információ elelhető, és érdemes ellátogatni. Koncertek időpontja. Koncertek időpontja. Akkor van olyan, hogy zenekari formációk, és akkor a hőskor szaktól kezdve végig egy ilyen családfa, hogy hány zenésszel játszottam, hányféle formációban, úgyhogy érdemes végig. Hát az már egyértelmű. Jó, tehát akkor legközelebb, ami nagyon fontos, október 9-e Petőfi Csarnok. Így van, tetten érés nagy lemez. Tetten érés. Külön csípjük a pillanatot. Így van. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És nagyon sok sikert kívánunk a koncerthez is természetesen, és hát a továbbiakhoz is, az új lemezanyaghoz, ami már készülődik a fejedben, és a többihez is. Legjobbakat nektek is, és köszönöm a meghívást. Nem Erzsébet vagy, nem Kodai, hanem Vörös Istvánnak hívnak, és várjál, csak egy kicsit, tetten értünk téged most. Én meg mondhatok is olyat, hogy tetten értünk téged. Itt van egy CD, még ezt ma meg fogjuk mutatni. Miért tetten érés ez a CD? Ez a dal az utolsó ezen a lemezen, Tettenérés címmel, mely arról szól, hogy az egyik sorában is éneklem, hogy gyűjtögetjük, rendezgetjük az emlékeket, egy hatalmas zsákba összehordjuk, amit lehet. És 12 adonatú dal, 12 tettenér pillanat, ahogy ezt szoktam mondani, és 54 percben próbáltam sűríteni az éppen aktuális dallamokat, gondolatokat. Ezen régi dalok nincsenek? Most úgy figyelgetem, vadonatúj minden, ugye? Most volt már elég sok koncertlemez. És tele van a város? Hát az már nagyon régen tele van. Jaj, de jó volt. Most már tetten értük saját magunkat. Pistikém, én úgy tudom, hogy te hoztál egy klipet is. Így van. És most akkor azt meg tudjuk nézni. Így ugye? Van, ez a, ha jól tudom, a Magányos Utazó, egy kongresszusi központ beli felvétel. Akkor lássuk a Magányos Utazót, tessék! Még bántja a lelked, látom,
Hát azért ez a tettenérés engem most felpiszkált, hogy tetten akarlak érni néhány dologban. Szép volt egyébként, nagyon tetszik nekem ez a dal. Meg láttalak is néhány koncerten ennek idején, hála Istennek. Jankai Bélaikkal együtt ott nyomtátok a nagy koncertet, és ott felszaladgáltál a Fémoszlop oldalán, ha emlékszel rá, meg vissza, meg nagyon sokan voltak. Szeretnek, hála Istennek. Hány éve csinálod ezt, István? Hát a régi prognózis az 1981-ben alakult, hát én már előtte is próbálkoztam, de 81-ben vált lehetővé, hogy a Start lemezgyári kiadóval megjelenhessen egy kis lemez. Ez volt a úgymond legendás Hajsza közben, meg a Nyári éjszakák. Aha, itt állok, itt is ismered esetleg. Hát, de hogy is volt. Van mellettem rögtön. Elmondom, volt egy barátom, állandóan ezt hallgatta, elején csak nem ismertem, de aztán most már én is ezt hallgatom, még mindig. Így van. És azon még mindig. Nem hallgatod? Mert majd most. Na azért. Majd most. Kezdjük az elején, ne szaladjunk el, tudod, a rendőrségnél is, hogy vagy neve, anyja neve, stb. Tehát kezdjük először azzal, hogy mikor kezdtél el zenélni, tehát nem így születtél, vagy hogy gitárral akartál, vagy hogyan így születtem. Akkor megláttam a tévében, hogy énekelnek, gitároznak, és akkor rögtön tudtam, hogy én mi szeretnék lenni. Kaptam egy 6 húros gitárt, és rögtön pengettem. Dalokat írtam már akkor, 12 talán, nem tudom, akkor nem számoltam, mennyi vagyok. Most se számolom, de akkor még kevésbé. Most akkor talán vagy. Igen, és akkor különböző ilyen iskola zenekarokban játszottál? Persze. Vagy? Első komolyabb zenekar volt a Nevada, Radics Béla helyére kerültem. Hoppá. Aztán utána jött a Katonaság, Hadirok, utána a Parasnokai nagy örömére, gondolom. Nagy sikere volt. Utána jött a 90-es években, az már tulajdonképpen a szólópályán volt, és 2000-től saját nevemen szalad a dolog, és íme megjelent a 14. lemez. Amin 12 dal van, és tettenérés a címe, igen, azt Kriszti közben megmutatja. A dalaimmal. Igen, most azért annyit tegyünk már meg, hogyha így mondtad, hogy a dalaimmal, hogy ha tetten értünk, akkor voltak elkövető társaid? Természetesen. A tettes társakról szeretnék. Ugyanitt magányos utazóként énekeltem, de már ott is volt zenekarom, így hát most is van. Egy 6-tagú zenekarom van, én vagyok a 7., és így koncertezünk. Most volt például a Petőfi csarnokban a tettenérés lemez bemutató, erről készül egy DVD, és itt Budapesten legközelebb január 1-én fogunk játszani. Újévi erőpróba címmel a régi-régi klubunkban, a Kőbányai Szabadidő Központban, de sokszor elmondtam én ezt itt, tehát január 1, újévi erőpróba. Hány órakor? Hát este 8 órakor. Addigra fölébredünk a szilveszterből. Már a nézőknek szeretném közben elmondani, hogy bármilyen hihetetlen szilveszter éjszaka találkoznak itt a Budapest Televízión velünk, mert a műsorban együtt leszünk itt néhányan. És akkor, hogyha kialudtuk magunkat, akkor mehetünk hozzá a koncertre, ugye? Hát, igen, mondtad, hogy a zenekar 6 tagú, ami mögött egy játszik, de a lemezen is ők játszanak? Tehát úgy is készült a felvétel? Természetesen, nagyszerű. A vokalista lányok vannak, ütőhangszeresek, ez van minden, akusztikus gitárok, hát a szokásos, de a szokásostól bőven eltér, mert különleges hangszerelés, nagyszerű, úgy gondolom, változatos előadásmód. Úgy érzem, hogy ez az a formáció, amit mindig is kerestem, és most úgy érzem, meg is találtam. Én tudom, hogy zenéket is írsz, nem csak előadod a dalokat, itt van olyan, ami másé, nem a tiéd? Én nem tudom, kérdezem. Tehát mindent te írtál. Igen. Zenét, szöveget? Igen. Gratulálunk hozzá. Merre jársz mostanában koncertezni? Hagyjuk az elsőjét, az előbb elmondtam. Úgy egyébként. Pakson fogunk játszani, Vácott. Paksiak, Váciak, figyelem, akkor nem sokára. Nem sajnálod a prognózist? Ilyen balga kérdés, ne haragudj. Hogy sajnálnám? Akkor elmondom. 80-as években volt a legendás prognózis Jankai Bélaikkal, az egy nagyszerű ifjú zenekar volt, aki nagy lelkesedéssel nyomta. Eltelt 7 év, elváltak útjaink, Bélával a napokban is találkoztam, és nagyon jó viszonyban vagyunk. De onnantól fogva saját utamat járom, saját zenekaromban, mindenki éli maga életét, attól függetlenül egyszer volt egy ilyen találkozónk, amikor is felelevenítettük a régi hangulatot,
De én úgy érzem, hogy én ugyanúgy haladok, mint annak idején a magam útján. Természetesen a koncerten játszuk. A Tele van a város szerelemmel, én az időt nem sajnálom. Ezek ugyanúgy az én gyerekeim. Hagyjatok élni! Na, de természetesen most csak beszéljünk ezek a dalok már régen felnőttek. Ezek a dalok már régen felnőttek, és most úgy érzem, hogy a legfiatalabbakat, akik legalább ugyanolyan, most a dalokat próbálom megszemélyesíteni, ugyanolyan tehetségesek, mint az előbb említettek, kell kicsit pátyolgatni, nevelgetni, megismertetni a közönséggel. Ez az én feladatom. Igen, és tudom, hogy a sztárgyárban is benne vagy, és hála Istennek azt a munkát is segíted, ami ott folyik. Holnap lesz is a Budapest TV-n előadás. Akkor azért megbüntetnénk a végén, ha már tetten értünk, mert jó, itt elmenték itt, de hát azért a kedves közönség biztosan kíváncsi arra is, hogy itt most nekünk esetleg előadsz-e valamit a gitáron, ha már a kezedben van, meg rajta van a húszorító. Mit fogsz nekünk játszani, István? Erről a lemezről a 8-as tracket, mely sokak szerint az egyik legsláger, gyanúsabb szerzemény, legmédia, barátibb, hogy így mondjam, és így gondolom, hogy csendüljön fel a hittünk a tündérmeséknek. Kérem szépen, akkor itt mellettünk, a széken, Vörös István. Útvesztőkön, végtelen vágyainkon át repülünk. Megsúgtad százszor, hogy szeretsz, s jó velem, de te sohasem érzed azt, hogy ugyanúgy akarlak én is, és hogy ugyanúgy érzek. Volt sok álmunk, ezernyi vágyunk, egyedül.